A nyíregyházi Krúdi Gyula gimnáziumban minden Németországról szólt csütörtökön. A német tematikus napot a kultúra, a gasztronómia, valamint a történelem köré szervezték. Érdekes programok, ízletes ételek és két kiállítás várta a diákokat. Az iskola tanárai igyekeztek sokszínű programot összeállítani. A diákok készítenek autentikus német ételeket, egy kis autó bemutató, motoros jármű bemutató is színesíti a programot, illetve az iskolánknak a cserekapcsolat, a németországi cserekapcsolati kollégái is eljöttek, hogy velünk legyenek ezen a napon. Az elmúlt években Amerika, Japán, Ausztrál és Francia napokon vehettek részt a Krúdi Gyula gimnázium diákjai. A jelenlegi német nap is ezek mintájára jött létre, mondta el Marcsekné Tócsán Krisztina nyelvtanár. Változatos színes programokkal készültünk. A rendezvény során végig lehet többfajta ételt kóstolni, édeset, sósat, sültet, főttet. Mellette táncházzal készültünk, országismereti vetélkedővel, és kollégáink szakterületükhöz megfelelően tematikus órát tartanak. Lesz rendhagyó irodalomóra, rendhagyó történelemóra, filozófia óra, és kettő fizika óránk is lesz. A galérián egy interaktív kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők a berlini fal történetéről. A kiállításon látható volt egy jelképes berlini fal, valamint képek abból az időszakból, cikkek és egyéb használati tárgyak is. Ízelítőt kaphattak a kor zenei divatjáról, az akkori berendezési tárgyakról és az emberek mindennapjairól. Az akkori hétköznapokat még jobban bemutatta a Csepelről érkezett NDK retro kiállítás, ahol több jellegzetes tárgyat is kiállítottak. Fizetőeszközök, az érmék, a tányérok, a sőralátétek, amik ugye kedvencek voltak, azokat hoztuk el, és a háztartási gépeket, a robotgépeket, amit még ma is használunk, és vannak hajszárítók, hát korsókat, amit gyűjtöttünk ugye annak idején. A jelenlegi rendezvényre a gyűjtemény egy kisebb részét hozták el. A teljes kiállítás Csepelen található, valamint az NDK-s Magyarok Egyesülete által rendezett országos találkozón is megtekinthetik az érdeklődők, tette hozzá Gergely Márta.